Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Sós Eszter Petronella, és ha valaki ma napjainkban Magyarországon vagy egész Európában tudni szeretné, hogy mi történik Franciaországban, az egyenesen Sós Eszter Petronellához fordul. Ezt tesszük mi is most Viberen keresztül, vagy FaceTime-on. Szia Eszter, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát mi történik Franciaországban? Nálunk már lassan a kijárási korlátozásokat föloldják. Igaz, hogy még fürdőbe nem mehetünk, csak nyílt strandokra, a kávéházaknak csak a teraszán ülhetünk, de mi történik a franciákkal? Nagyjából ők is ebben a fázisban vannak, azzal a különbséggel, hogy ugye ők két részre osztották az országot, zöld és piros zónákra. És ugye a zöld zónák azok a területek, ahol azt valószínűsítik, hogy elég jól sikerült kontrollálni a járványt. Ezekben a zónákban a következő egy-két hétben további lazításokra kerülhet sor. Például itt történhet meg az az örömteli esemény, hogy adott esetben kinyithatnak az éttermek, kávézók. Ez ugye a franciáknak egy elég fontos dolog, hogy hozzáférjenek a napi kávéhoz, croissanthoz. Ami még fontos, és ez egy, hát ha nem is változás, az az, hogy az államtanács kötelezi a kormányt arra, hogy ne átfogóan tiltsa a hitéleti tevékenységet. Ugye ez jelenleg tiltott, június 2-a utára ígérték a lazítást. Úgy tűnik, hogy az államtanács azt arra utasítja a kormányt, hogy 8 napon belül változtasson ezen. Itt ugye az a probléma, hogy aránytalan, mert hogy mindenféle rendezvényt tiltanak, és hát most zajlik egyrészt a Ramadan, másrészt pedig a katolikus egyház nagyon erős, hát jogi és politikai lobby tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a különböző védőszabályok betartásával ők elkezdhessék a hitéleti tevékenységet. Tehát ezek a fontos elemek magában a járványkezelésben, és azt is látjuk viszont, hogy hát valamilyen mértékben vannak aggasztó jelek járványügyben, hiszen bizonyos gócpontokat felfedeztek az elmúlt napokban. A francia elnök még a vírus kitörése előtt nagyon aktív volt az Európai Unió tagállamai közül, talán Merkel után vagy Merkel előtt a legaktívabb ember volt. Hol tart most az ő aktivitása? Hogy fog tudni nyomást gyakorolni az Európai Unió tagállamaira, hogy kövessék őt akár az eurozónába, akár egyéb dolgokba? Egy borzasztóan érdekes dolog történt tegnap. Angela Merkel és Emmanuel Macron közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy létre szeretnének hozni egy körülbelül 500 milliárd eurós hát gazdasági újraindítási alapot, illetve meg akarják teremteni a közös európai egészségügy alapjait. Ez azért nagyon fontos, mert ilyen típusú politika eddig nem volt. Ugye ez volt az elmúlt 3-4 hónap egyik nagy vitája, hogy mi az, amit az Európai Unió megtehet, mire van hatásköre és mire nincs, lévén az egészségügy az ugye egy nemzeti hatáskör, és hát mindenféle vádak érték az Európai Uniót, hogy nem elég gyorsan, nem elég hatékonyan, stb. Lépett föl. Tehát úgy tűnik, hogy ezzel a témával kapcsolatban a német-francia páros szeretné elindítani a vitát. Természetesen a németek és a franciák nem tudnak erről a kérdésről dönteni, de azért az rendkívül figyelemre méltó, hogy a német kancellár úgy tűnik, hogy hát nyitottnak mutatkozik arra, hogy az Európai Unió adott esetben a költségvetés keretén belül közös adósságokat vegyen föl. Ugye eddig ez egy ilyen tabunak tűnt, de úgy tűnik, hogy ez is az asztalon van. A tegnapi tárgyalásokat követik mai tárgyalások, ezekben a percekben még mi beszélünk. Addig Angela Merkel egy közös videokonferencián vesz részt a V4-ek vezetőivel. Vajon a V4-ek vezetőinek elújságolja azt is, amivel tegnap a francia elnökkel megállapodtak, illetve a felvetéseiket? Ebben egészen biztos vagyok, hiszen most jön egy nagyon fontos feladat, támogatókat kell
találni ehhez a javaslathoz. Nyilván itt a déliek kevésbé lesznek problémásak, mert hát itt nagyon sok nyitott kérdés van ám. Tehát az, hogy milyen feltételekkel adják a pénzt, kinek adják a pénzt, ugye, hogyha a költségvetésen belül valósul meg, akkor fölmerül az a kérdés, hogy valaki elkölti valamilyen szempontrendszer alapján megkapja, de utána például kinek a milyen szintű hozzájárulása fogja fedezni annak a visszafizetését, ezer nyitott kérdés van, és hát ugye most van az a pillanat, amikor ezeket a kérdéseket meg lehet tárgyalni, mert hogy a 7 éves költségvetés vitája, ezt mindig elfelejtjük, most zajlik, és hát elvileg ez az az év, fél év, amikor ezt le kell tudni zárni, ráadásul német elnökség következik, úgyhogy egészen biztos vagyok, hogy a kávé, tea és a ki hogy van kör után itt nagyon kemény pénzügyekről beszélgetnek az állam és kormány ma is. A vírusról beszélünk és az egészségügyről, akkor én nem tudok elszakadni tulajdonképpen a szociális ügyekről, hisz szerte az Európai Unión és azon kívül is a legtöbb haláleset és megbetegedés azokban az idős otthonokban voltak, amik tulajdonképpen van olyan ország, ahol az egészségügyi minisztériumhoz tartozik, vannak olyan országok, ahol a szociális tárcához tartozik. Nem lehet, hogy ezt is ebbe bele kéne ebbe a közös európai egészségügyi tárcába fogni? Mármint milyen értelemben? Hát, hogy akkor, amiről Merkel és a francia elnök beszélt, hogy itt is van egy nagy probléma, amit meg kell oldani, közös európai standardokat kéne kidolgozni, hány méter területre van szükség egy idős embernek, egy-egy ilyen otthonba, bent lakásba és a többi. Én azt gondolom, hogy a szabályozás Pandora szelencéje ezen megnyílt. Tehát ugye itt nagyon sok olyan kérdés merült föl, amiről hát most jött rá mindenki, hogy probléma. Ugye arról is szó volt, hogy vannak bizonyos stratégiai tartalékok, amiknek a beszerzését csak koordinálni kéne, és csak meg kéne határozni, hogy mennyire van szükség. Ezt lehet közösen csinálni, meg lehet szabályozni is. Én azt gondolom, hogy ezek mind napirendre kerülhetnek, már csak azért is, mert az európai integrációnak nagyon fontos lesz legitimálni olyan értelemben a saját működését, hogy kézzelfogható és az emberek mindennapjait érintő szabályokat hozzon, hiszen hát pontosan tudjuk, hogy nagyon sokak fejében még mindig az a kép él, hogy Brüsszelben a kígyóborka görbületével foglalkoznak. Most egy olyan pillanatot élünk, amikor igenis lehet azzal foglalkozni, hogy hát milyen alapvető szolgáltatási standardokat kell biztosítani betegeknek, ellátottaknak. Úgyhogy én nem feltétlenül arra gondolnék, hogy ez egy ilyen igazgatási kérdés, hanem egy szabályozási kérdés, milyen szabályok lesznek, amelyeket mindenkinek adott esetben be kell tartani, és ezt ki fogja ellenőrizni. Ezek szerintem nagyon izgalmas viták, és nagyon érdemes lesz figyelni, hogy hát erre a német-francia kezdeményezésre, ami azért egy magas labda, a többiek miként reagálnak. Eszter, mennyire népszerű most a francia elnök? Mennyire, mert lehet, hogy az Európai Unióban népszerűbb, mint otthon, de mennyire tud keresztül verni újabb rendeleteket, törvényeket? Hullámvasút a népszerűség, még mindig növekedett, aztán csökkent, most a lazítással megint nőtt. Ezek szerintem még mindig olyan adatok, amelyeket nagyon óvatosan kell kezelni. Tehát nem ez a mostani releváns adat. Ami nagyon érdekes, az éppen pár perccel ezelőtt vált hivatalossá, hogy létrejött a nemzetgyűlésben egy 9. frakció, és ezzel megszűnt Emmanuel Macron pártjának az abszolút többsége. Tehát az Ammásnak a mai nappal megszűnt az abszolút többsége, a szükséges 289 alá csökkent a mandátumai száma. Ez nem jelenti azt, hogy Macron nem fog tudni kormányozni, fog tudni, mert vannak olyan szövetséges frakciók, amelyekre számíthat. Tehát a kormány... Kikből áll ez a 9. frakció? Tessék? Kikből áll ez az új frakció? Ez egy nagyon érdekes frakció, ezek az Ammásnak hát ilyen balszárnyához tartozó elégedetlenek. Majd érdekes lesz átnézni a listákat, hogy kiket és milyen hát mértékben sikerült meggyőzni. Nem lehet még egyelőre eldönteni itt a különböző reménykedő, vagy nem annyira reménykedő elemzések ellentmondásosak, hogy mennyire lesz ellenzéki ez a frakció, mennyire az Ammással szemben pozícionálja magát, és adott esetben mennyire fog Emmanuel Macron mögött állni. Ez egy érdekes kérdés lesz, de még egyszer mondom, ez a kormányzást igazából nem fogja befolyásolni, meg fog nőni a centrista
partnerek befolyása, például François Bayrou modemjének a befolyása, és ez nyilván egy más típusú kormányzást igényel, az Ammás egyedül nem fog tudni átverni törvényeket, de utolsó mondat, azért a francia alkotmányban vannak ám olyan pontok, amelyek lehetővé teszik, hogy akár szavazás és többség nélkül át lehessen vinni bizonyos döntéseket, mert hogy a képviselők pontosan tudják, hogyha mondjuk bizalmatlansági indítványt fogadnak el, akkor annak nem csak a kormánybukása a következménye, hanem adott esetben új választás és az ő mandátumvesztésük. Ennyi fér be, mai találkozunk a Sós Eszter Petronellával, figyeljék televízió műsorunkat, hisz Eszternek van egy külön műsora nálunk, ami a francia politika, és elképzelhető, hogy ott is a mindennapi eseményekről is szó lesz, de ide a Pirkadatba is visszavárjuk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm, szép napot! Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk. We'll be right back.